A szomjas gyertya. Idézzük Michael Faraday 1860-ban Londonban tartott előadásának szavait. Levegőre az égésnél feltétlenül szükségünk van, sőt többet mondok, friss levegőre van szükségünk. Különben hiába okoskodunk, hiába kísérletezünk. Itt van ez az üveg, telve van levegővel. A gyertya fölé borítom. A gyertya egy darabig még égett, ez azt mutatja, amit mondtam, az igaz. De csak hamar változás állt be. Elaludt. Miért? Nem azért, mintha nem lenne levegője, hiszen az üveg épp úgy telve van levegővel, mint az előbb. Hanem mert friss levegőre lett volna szüksége. Az üveg telve van olyan levegővel, melynek egy része elváltozott, egy része pedig változatlan maradt. De nem tartalmaz olyan friss levegőt, ami erre a gyertyának az elégéshez szüksége van. Ez mind olyan mozzanat, melyet nekünk fiatal vegyészeknek nagyon is meg kell jegyeznünk, és ha kissé alaposabban szemügyre vesszük a jelenségeket, akkor rendkívül érdekes megfigyelésekhez kapcsolódó eredményekre bukkanhatunk. Az egyik, hogyha alaposan megfigyeljük az üvegfalát, akkor látjuk, hogy bepárásodott, tehát megjelent a víz égés termékként. És ha már a vízről beszélünk, akkor teleöntöm ezt a tálat vízzel. És ráteszek egy kicsi hajót. Ez a hajó egy dióbélbe helyezett kanóc és viasz kis gyertyája. Majd ráborítok egy üveget. Ez gyertya. Ők Michael Faraday azonban tartott előadását. Feltétlenül szükségünk van, és levegőre van szükség. Hiába okoskodunk, hiába. Itt van ez az üveg, telve van levegővel. A gyertya fölé. Ez azt mutatja, de csak hamar változását. Miért? Nem lenne levegője, hiszen telve van levegővel, mint az emmert, friss levegőre. Az üveg telve, melynek egy része elváltozatlan maradt. A friss levegőt, ami légéshez szüksége van. Azonat, melyet nekünk fiatal kell jegyeznünk, szemügyre vesszük a jelenségekes megfigyelésekhez.